Zenta központjában programfüzeteket osztogatott Schneider Tamás, a Jobbik elnöke és munkatársai, arra buzdítva a zentai lakosokat, hogy a Jobbikot támogassák az európai parlamenti választásokon. Nem mindegy, hogy az elkövetkező 7 évben milyen politikai erők fognak tevékenykedni Magyarország részéről az Európai Parlamentben, és a Jobbik köztudottan mindig is megalakulásától fogva folyamatosan azért küzdött és folyamatosan azt hangoztatta, hogy jöjjenek létre a Kárpát-medencében azok a területi autonómiák, amelyeknek már rég létre kellett volna jönni, hiszen Nyugat-Európában ezek természetes képződmények, az utóbbi években, fél évszázadban szerte az összes nemzeti kisebbség gyakorlatilag ki tudta harcolni a területi autonómiát. A Jobbiknak a mostani Európai Uniós programjába is, ami itt látható a kezembe, abban is szerepel az autonómia, mint egyik fő célkitűzésünk. Az európai parlamenti választásokat május 23-a és 26-a között tartják meg.